A kedvezőtlen időjárási előrejelzés miatt a Budapest Bár koncertjét a Kovács Máté Városi Művelődési Központ színháztermében rendezték meg szintén még július 9-én. A teltházas koncerten fergeteges volt a hangulat, a közönség tagjai folyamatosan együtt dúdolták az ismert slágereket az énekesekkel. Közben hatalmas tapssal biztatták őket, fejezték ki ezzel szeretetüket. Bonjour és a jó napot! Most jöttem meg Párizsból, és oly vagyok talán. Július 9-én egyedülálló zenei élmény várta a hajdúszoboszlói lakosokat és az itt nyaraló fürdő vendégeket a Kulturális Központ színház termében. A Budapest Bár koncertjére nagyon sokan kíváncsiak voltak. Számos régi dalt leporoltak, elfeledetteket élesztettek újra, közismerteket öltöztettek új köntösbe, az utóbbi időben pedig számos új dalt írtak. Korok, kultúrák, stílusok és korosztályok találkoznak a produkcióban. Talán ezért is szeretik a fiatalok és az idősebbek egyaránt az együttest, amely mára több generációs kedvencé vált. Nagyon jó újra színpadra állni. Hát tanulság az többfajta is van. Az, hogy mennyire hiányzik nekünk a színpad, mennyire hiányzik a közönség és a muzsika, azt most így megéreztük. És a másik oldalon meg nagyon jó volt egy kicsit pihenni, mert ugye a Budapest Bár most már lassan 15 éves lesz, és hát folyamatosan koncertezünk egész évben. És jó volt egy picit megpihenni. Egy pár hónap erejéig még élveztem is a pihenést, de aztán rettenetesen hiányzott. Volt több alkalmunk, amikor online koncertet tudtunk tartani, de ott ugye nincs ott a közönség, és a kameráknak muzsikálni csak az nem olyan jó érzés, úgyhogy nem is nagyon sok koncertet, egy karácsonyi és egy szilveszteri koncertünk volt online, aztán ezt nem is erőltettük, mert az nem olyan, mint amikor ott van a közönség, az élőzenének azért varázsa van, a közönség részéről is, hogy minket élőbe lát, és nekünk is, hogy a közönség ott van fizikálisan. A zenekar alapításánál Farkas Róbert eredeti szándéka az volt, hogy új lendületet adjon a kávéházi cigányzene műfajának, életben tartva a régi hagyományokat. Nagyon érdekes, mert egyáltalán nem az, hogy mi koncertező zenekar legyünk. Én akkor csak szerettem volna, ez 2007-ben történt, szerettem volna egy olyan albumot készíteni, ahol a kávéházi cigány muzsikát elevenítjük fel, és olyan előadókat kerestünk, aki még ebben a műfajba nem kóstolt bele, nem mutatta meg ezt az oldalát is. Egészen pontosan az alternatív vonalból jöttek a legtöbben a Budapest Bárba, és fontos volt a számomra, hogy egy olyan album készüljön, ami abban az időben ugye sorra nyírtak a kávéházak Budapesten, és ezek már másabb kávéházak voltak, mint a múlt század elején, és fontos volt, hogyha a fiatalok is laptoppal akár beszélgetnek, beülnek, akkor valami olyan muzsika szólaljon meg, amit ők is szívesen hallgatnak. És így indult, de aztán ebből sokkal több lett. 2007. december 19-én volt a Katona József Színházban egy lemezbemutató koncertünk, ami nem egy lett, hanem kettő, olyan érdeklődés volt, és azóta együtt vagyunk, és színpadon vagyunk, úgyhogy egy csodálatos történet a Budapest Bár, én azt gondolom. Az együttes cikázik a zenei stílusok között, és kiszakít a mindennapokból. Talán emiatt lehetséges az, hogy ilyen rövid idő alatt vált a köztudat és a fiatalok kultúrájának részévé. Nem lehet csak egy oldalról megközelíteni, hisz a fiatalok, azok valószínűleg azért szeretik a Budapest Bárt, mert ikonikus énekesek énekelnek, akik a saját zenekaraikkal teljesen más dalokat adnak elő, mint amit itt a Budapest Bárban. A középkorosztály szereti a finomabb muzsikát, az idősebbek pedig nosztalgiáznak talán. Úgyhogy nagyon sok, pont ezért is nagyon sok generáció látogatja a Budapest Bárt, és a kicsik is nagyon szeretik. Rengeteg olyan felvételt kaptunk, ahol 7-8 éves kisfiú stuxnak öltözik, cilinder, sétapálca, vagy akár kislányok akár a szívebe bombát éneklik reggelinél, ebédnél. Úgyhogy nagyon sok olyan felvételt kaptunk a kedves közönségtől, amiből azt látjuk, hogy milyen széles körben szeretik a zenekart. Farkas Róbert a koncert előtt beszámolta arról, hogy a zenekar alapítása óta eltelt időszak során megélt pillanatok és koncertélmények közül melyik volt az, amely a legnagyobb hatással volt rá a pályafutása során.
Nagyon sok ilyen van, de én azt gondolom, hogy amikor a Műpa hangversenytermébe, a Baltok-Béla hangversenytelembe először elhangzott a Vén cigány, amit Kollár László énekelt, és amit közösen hangszereltünk, az egy olyan pillanat volt, hisz ez a dal egy nagyon emblematikus magyar nóta, és ez teljesen más alapokat kapott a Budapest Bár által, egy tangós lüktetést, amit nagyon sokan megszerettek ebben a formában is, és ez nagyon büszke voltam arra, hogy az éttermekből idáig fel tudtuk tornászni ezeket a dalokat, hogy most már nem háttérzeneként szólalnak meg, hanem nagy színpadon, nagy koncertteremben, főműsoridőben ezeket a dalokat játsszuk. Én erre nagyon büszke vagyok. Eldobsz pintet szágyú fát, amelynek nincsen lángja már. Úgy fáj, úgy fáj.